Ady Endre kétségkívül az egyik olyan költőnk, akinek műveivel generációk válhattak felnőtté. Élete pedig tele van számos olyan érdekességgel, ami nélkül kár lenne megismerni az ő munkásságát. A költő szülőhelyét gyakran tévesen rögzítették és rögzítik a mai napig. Sokan Érdmindszentet írnak, de a valóság az, hogy Érmindszent a falu neve, amit időnként ma már Ady falvának is neveznek. Románul viszont a település neve nem más, mint Ady Endre. Ady Endre számos testi adottsággal jött a világra. Hatújúsággal született, vagyis egy kezén hat ujja volt, a hatodik aféle bőrkinövésként volt a kezén, amit a bába végül szakszerűen eltávolított. Lenőtt fülei voltak és feltűnően nagy szeme, amivel ráadásul még rövidlátó is volt. Hiúságból soha nem volt hajlandó szemüveget hordani, így ha olvasott, akkor nagyon közel hajolt a papírhoz. A végtagjai szokatlanul gyengék voltak, a lábán levő bütykök miatt pedig egy speciális lábbelit kellett hordania, hogy egyáltalán kényelmesen tudjon közlekedni. Járását a kortársai rendkívül bizonytalannak tartották. Sok egykori költővel ellentétben nem a költészetének köszönhetően vált újságíróvá, hanem Ady Endre elsősorban újságíró volt és aztán csak költő, legalábbis Szerb Antal így emlékezett vissza róla. Első nagy szerelmi viszonya meglehetősen bizarr volt. Nem az volt abban a pláne, hogy Léda férjes asszony volt, hanem a férje, Diósi Ödön még ezt el is nézte. Mikor Ady Párizsban tartózkodott, a házaspár lakásán lakott ő is. Konkrétan hármasban el voltak, veszekedés egyszer sem volt. Léda a bohém költő anyagi igényeit is rendezte, amikor pedig Ady szifiliszes lett, Ödön szerzett neki hozzá orvost. A sors különös fintora, hogy Diósiné Brüll Adélnek 1907-ben gyermeke született. Mivel testi vonzalom férje iránt Ady óta nem volt, így megerősíthető, hogy a költő volt a gyermek apja. Az újszülött kislány ugyanis halva született. Diósi Ödön nevére anyakönyvezték. Az első világháború alatt nem volt hajlandó egy verset sem kiadni, csak azt követően 1918 végén kezdett újraírni. Újságíróként, mivel a nyugatban nem írhatott politikáról, így a világban és a népszavában is rendszeresen kritizálta az akkori politikai rendszert. Elítélte a nacionalizmust, de a szociáldemokraták antinacionalizmusát is bírálta. Nemi betegségét annak köszönheti, hogy ha tartós kapcsolata nem volt, akkor minden héten más nővel volt. A szifiliszt egy kétes hírű, megbízhatatlan táncosnőtől kapta a közbeszéd szerint. Nos, ő az Orfeum énekes, Rénci Mária volt, a hölgy is ugyanebben halt meg, egy elmegyógyintézetben. A szabadkőműves Martinovics páholy tagja volt. Csát Gézával együtt lépett be 1912-ben. Késő estig fenn volt, gyakran kijárt szórakozni, egyrészt hölgyek után kajtatott, másrészt mértéktelenül sokszor cigarettázott, alkoholt fogyasztott, időnként az ital mellé nyugtatót is bevett, hogy illuminált állapotba kerüljön. Lédáról tudni kell, hogy meglehetősen hisztériás nő volt. Adyt egy érzelmi hullámvasútra terelte, és kapcsolatuk vége felé majdnem minden héten szakítottak, másik héten újra összejöttek. Adynak ebből lett telege 8 év után, és a titokban tartott viszonyt egy nyugatban közzétett versével a nyilvánosság előtt zárta le. Ez volt az elbocsátó szép üzenet. Léda annyira kiborult, hogy a férje hetekig ápolta utána, depressziós lett. Ady másik nagy szerelme Boncza Berta volt, aki 17 évvel volt fiatalabb a költőnél. A lány is költő volt, egy szerelmi becézgetésből fakadóan Adyt Csacsinszkinek becézte, ebből lett egy rövidült alak, a Csinszki, mire Ady Endre válaszul, Bertát Csinszkának hívta innentől. Csinszki és Csinszka szerelmének Ady halála vetett véget. Az őszirózsás forradalom idején a Kárai Mihály érdekeltségébe tartozó aktivisták igyekezték Ady műveit afféle forradalmi alkotásokként bevonni a maguk propagandájába. Annak ellenére, hogy Ady híve volt a polgári radikalizmusnak, és Jászi Oszkárt is időnként úgymond a vezérének nevezte, ő nem akarta a nevét adni ehhez a megmozduláshoz. Ady sokat panaszkodott, leginkább amiatt, mert egy-egy vers igencsak lassan született meg. Rengetegszer átjavította, és az új sorok is nehezen születtek meg. Az Őskajánt például 2 évig írta. A közhiedelemmel ellentétben nem a szifilisz és nem is más nemi betegség okozta a halálát. A szifilisz szövődményeként tudható be ugyanakkor. A vérbaj következtében a főverőere megrepett. Az is rátett még egy lapáttal, hogy elkapta az akkori világjárványt, a spanyol náthát. Gyakorlatilag több szövődmény is közrejátszott abban, hogy egész biztosan ne épüljön fel. Nagyon fiatalon, 41 évesen halt meg. Ady Endre temetése botrányos volt. Léda és Csinszka is jelen voltak, róluk pedig köztudott volt, hogy gyűlölték egymást, annyira féltékenyek voltak. A temetésen a Léda által vitt koszorút Csinszka egy könnyed mozdulattal lerúgta a sírról. Csinszka később Léda temetésére illendőségből elment és vitt a sírra egy koszorút, amit viszont Léda férje távolítatott el. Mindkét nő 1934-ben halt meg, Léda bőrbetegségben, Csinszka agyvérzésben. Csinszka még vélhetően Ady temetésén ismerte meg Babics Mihályt, aki beszédet is mondott a szertartáson. A kapcsolatuk egy évig tartott, majd Berta összejött a kor híres festőjével, Márfi Ödönnel, akivel össze is házasodott. Ady szülei a temetést követően beperelték Csinszkát a jogdíjak miatt, mert mint özvegy a lány tarthatott annak egészére teljes igényt. Így sikerült a szülőknek 25%-os részesedést kiharcolni a törvényszéken.